Erős napsütés, magas UV-sugárzás, ilyen idő jellemző ezekben a napokban. Bőrünk védelméről mindenképpen gondoskodnunk kell nyáron, mondja a szakember. Ezért kell figyelni például az UV-index alakulását. Ha az UV-index 3-as vagy annál erősebb, akkor mindenképpen oda kell figyelni azt, hogy védjük a testfelszínünket ruhával akár, alkalmazzunk fényvédő krémeket, használjunk sapkát, napszemüveget is, és lehetőség szerint keressük az árnyékot. 10 és délután 4 óra között ne tartózkodjunk a tűző napon. Ha ezt mégis meg kell tennünk például a munkánk miatt, akkor a fényvédelmi eszközöket mindenképpen alkalmazzuk, mondja a doktornő. A bőrgyógyászok szerint a strandolási szokásainkat is át kell alakítani. Ma már bőrgyógyászati szempontból egyáltalán nem ajánlott az, hogy kifeküdjünk a napra a barna bőr érdekébe, úgyhogy ezt lehetőség szerint ezt ne csináljuk, és ugyanígy szolárium használat sem javasolt. Ha mégis sikerült leégni, akkor azt kezeljük. Mindenképpen valami nyugtató kenőcsöt, vagy habot, például tudnám ajánlani a pantenol tartalmú készítményeket, hogyha súlyosabb a napégés, akkor pedig a steroid tartalmú különböző lokális készítmények alkalmazhatóak. Akkor, hogyha már vannak szisztémás tünetek is, ugye ilyen egy hőguta jellegű, vagy napszúrás, ugye ki kell emelni, ugye, hogy megfelelő folyadékbevitel, valamint a hűs szobának a keresése, az nagyon fontos. A szakember kiemelte, hogy nem elég csak egyszer bekenni magunkat fényvédőkrémmel. A bőrünk védelmében ezt meg kell ismételni. 2-3 óránként kenjünk újra, tehát ha valaki reggel 8 órakor bekeni magát, vagy a bőrét, akkor ugye az délben már nem fog hatni, tehát ugye akkor már leéghet. Tehát mindenképpen többszörösen alkalmazzuk ezt, megfelelő mennyiséget használjunk, ez szintén nagyon fontos. Kenjük be az olyan testtájunkat, mint például a fül, a nyak, például kézfejeket szintén kenjük be, úgyhogy még erre fölhívnám a figyelmet mindenképpen. Dr. Lengyel Zsuzsanna kiemelte, ha valaki elváltozást vesz észre a bőrén, az anyajegye aszimmetrikus, megváltozik a széle, mérete vagy éppen a színe, akkor mindenképpen keressen fel bőrgyógyászt, lehetőleg 1-2 héten belül. Magyarországon évente mintegy 2500-3000 új melanómás, vagyis bőrrákos esetet diagnosztizálnak az orvosok.